Közel egy hónappal ezelőtt így dolgoztak a kombájnok az egyik paszap csúcs közeli búzaföldön. Ugyan közel két hetet csúszott idén az aratás a szokásoshoz képest, a betakarítás szinte folyamatosan ideális időjárásban, szárazságban és melegben zajlott. Csak egy-két nap zavarta meg eső a gazdák dolgát, ez a csapadék azonban különösen jól jött a kukorica és a napraforgó növekedésének. Az aratás végül a vártnál is jobb eredményekkel zárult. A termés átlagok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére inkább az jellemző, hogy a megyei átlagoktól jobb átlagok születtek, sőt csúcsok is születtek. Például őszi árpából volt 90 mázsás és nem kis területű átlag is, úgyhogy talán egy kicsit felkeltette a gazdálkodók figyelmét, hogy jó vetőmag, jó tápanyag ellátottság és egy kis szerencsével a mi megyénkben is lehet őszi kalászossal is jövedelmezően gazdálkodni. Érdekes ellentmondás figyelhető meg ugyanakkor a kalászosoknál. A megyében összesen 6000 hektárnyi területtel csökkent a termőterület, ez azonban hozzájárul a különösen jó termés átlaghoz. Miután ősszel az egyébként is gyengébb minőségű, felázott termőterületek nagy részét be sem vetették, ezek a földek az elmúlt évekhez képest nem rontották a statisztikát. A késői betakarítást a tavaly őszi csapadékos időjárás akadályozta, így nem tudtak rámenni sok területre, csak már egész, mondhatnánk, a télben nyúlóan, és itt más technológiát alkalmazva, a műtrágyaszoróval, ki hogy próbálta eleboronálni a vetőmagot, és ezek nem erősödtek meg tavasszal, és lehet, hogy egy kicsit ez is javította az átlagot, hogy körülbelül ilyesmi nagyságú területet vetettek be majd később kukoricával, napraforgóval, és mondhatnánk, hogy a gyenge területek kikerültek itt az átlagból, és lehet, hogy azt mondhatjuk el, hogy így a visszaosztás lehet, hogy emiatt mutat ilyen kiemelkedő jó átlagokat. Az Agrárkamara megyei szervezetének elnöke hozzátette, összességében az őszi árpa 5,7 tonna, a búza 5,8 tonna termést produkált. A szokásosnál többet, 2,9 tonnát arattak le rozsból, és 4,2 tonnát a tritikáléból. Mint mondta, egyedül a zab maradt el az elmúlt évek átlagától, így a tavaszi hideg időjárás miatt kialakult bizonytalanság ellenére kimondottan sikeres volt az idei betakarítás.